Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és külön köszöntjük a polgármester úrunkat, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényünket, és nagyon szépen köszönjük, hogy a pályázatunk nyertes lett, mert ebből a pályázati pénzből tudjuk finanszírozni ezt a családi napot, így lehet mondani. Gyereknap. Gyereknap, így van, második gyereknap, és akkor lesz egy kultúrcsoportos műsorunk, aztán követi az ebéd, azt majd megtetszenek látni, hogy mit fogtok adni, és akkor délután pedig betélkedünk. Én kívánom önöknek, hogy minél többször tudjanak ilyen közösségben együtt lenni, és hasonlóan színvonalas és kellemes programokat megvalósítani, mint amit most itt Mezőbeninben fognak megvalósítani. A város szempontjából nagyon fontos, hogy mindenféle fogyatékkal élő, bár ezt az kifejezést sem nagyon szeretem, mindenféle valamilyen hátránnyal rendelkező embernek próbáljuk meg az esélyeit kicsit javítani. Van nekünk ilyenünk, hogy helyi esélyegyenlőségi program, de én úgy gondolom, hogy esélyegyenlőség nem volt, nincs és nem is lesz soha. Egyetlen egy dologra törekedhetünk, hogy az esélykülönbségeket csökkentsük. Ezeknek az esélykülönbségeknek a csökkentésére ezek az alkalmak is nagyszerű lehetőséget biztosítanak, amin most vagyunk itt. Kívánok önöknek nagyon jó programot, kellemes időtöltést és sok-sok barátkozást továbbra is, hiszen úgy látom, hogy azért itt már baráti körben vannak. A Vakok és Gyengénlátók Mezőberényi körzeti csoportja itt a mai napon bizony egy, hát lovasnapot, családi napot tart. De tulajdonképpen mit kell tudnunk erről a rendezvényről? Erről a rendezvényről azt kell tudni, hogy meghívtuk az összes többi térségnek a tagjait, akik ezt meg is tették örömmel, mert látszik is, hogy szép számmal megjelentünk. És ez így működik már évek óta, tehát 2 éve is volt ugyanígy a piknikparkban, ott is nagyon-nagyon jól szerepeltünk. Tehát akkor az a lényeg, hogy innen a térségből, a Békés megyei térségből igen, egyébként mindenhonnan érkeznek igen, ilyenkor. Igen, Orosháza, Gyula, Békés Csaba, mi van még, mit nem mondtam. Szeghalom, Mező, meg mi vagyunk a házigazdák mezőberényiek. Hányan jönnek össze ilyenkor? Hát ilyen 50 fős létszámba szoktunk gondolkodni, és hála Istennek most is meg vagyunk annyian. És mit lehet ilyenkor itt csinálni? Oké, hogy most a madarásztanyán vagyunk, ebből adott a dolog, hogy valószínűleg lesz valamiféle lovas dolog. Igen, hát lehet majd lovagolni, aztán van a Békés Csabai Egyesületnek, tehát már az összességről beszélek, egy kultúrcsoportja. És készülünk egy nyárváróra, ami június 2-án lesz, és most úgy gondoltuk, hogy ezt a fő próbát itt fogjuk megejteni. Tehát elő fogjuk adni a kis műsorunkat, énekelni verst, meg különböző jeleneteket, és ezzel próbálunk kedveskedni. Ez lesz 12 óráig, 12-kor lesz az ebéd, és délután pedig lesz ez a betélkedő, a láthatók is megláthatják, tehát bekötött szemmel a látó embereknek, hogy tulajdonképpen mi gyengénlátók, hogy éljük a mindennapjainkat. Manapság már nem lehet megélni, az élettől sok szépet remélni. Drágább lett a túró, meg a tejföl, az a boldog, aki tehenet sejt. Szóltam is a párumnak, te, Jóska, ne járjunk a tejért a piacra. Ne ígyjuk a rossz tejet, piaci tejet, helyette inkább vegyünk egy fejős tehenet. Másnap aztán Debrecenbe mentünk, a vásárba egy tehenet vettünk. Fekete, meg fehér volt, meg tarka, a liska. 128 centi volt a farka. A tehenet aztán megbecsültük. A szobába egy sarokba tettük. Zongoráztunk neki szerenádot. Este, éjszakára alá tettünk egy jó nagy szalmazsákot. Egész éjjel nem mertünk szuszogni, hogy a riska jól tudjon aludni. De reggel... Hát ilyet még kilátott. A riska megette az egész szalmazsákot. Reggel aztán nekifogtunk fejni. A házmestert hívtuk segítni. Tejtartóit sorba húzogattuk, de egy csepp tejet bizony azt se kaptunk. Állatorvoshoz mentünk sietve, hogy a tehenet vajon mi lelte. S mi derült ki? Ó, Szent Veronika,
a Rizska nem is tehén volt, hanem bika. Kis halumba két úton kell bemenni, de szeretnék a rózsámmal beszélni. Élen-nyáron rozmaringos az ablaka, jaj, de sokat áztam, fáztam alatta. Kék a kökény, ha megérik fekete, én utánam barna legény, ne gyere. Kár volna még engemet férhez adni, rózsa helyett bimbót leszakítani. Létes tettem, megégettem a számot, más leli az én kedves babámat. Más leli, másnak ül az ölébe, máskor csingat világos kék szemébe. Más leli, másnak ül az ölébe, máskor csingat világos kék szemébe. Jó napot, szomszéd! Járjon már meg egy picit! Jó napot! Parancsoljon! Úgy tudom, maga költözött felénk, Igen, maguk fölött lakunk, igen. Esténként olyan zene van, amely ilyen gyerekkopogás, zsivaj van, és árulja már el nekem, hogy magának van vagy öt gyereke, igaz? Igen, van, öt lurkó van, akiről és, tudok, igen. És olyan hangosak is, és azt szeretném tudni, hogy hogy sikerült magának öt gyereket? Ott lakom alattok, és én nekem próbálgatunk van ilyenről, de nem nagyon sikerül. Hogy csinálja? Figyelj ne! Mondjam. Három dolog kell hozzá. Na. Egy kád meleg víz, kőni, igen, meg egy parfis. Igen. 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 És sorrend? Elmondjam, hogy mondjam már. Na, ide figyeljen! Este felöltözteti a nagyságos asszony szép ruhába, elviszi egy jó kis szórakozó helyre, megisznak egy üveg pezsgőt, majd hazaviszi, bedugja a fürdőkádba, szépen lefürdeti, aztán utána bekenni a kölnivel, hajaj, és így. Na, de mihez kell a parfis? Emlegette a parfis. Ja, a lényeget nem is mondtam. Na. Szóval, amikor ezzel kész van, akkor előveszi a parfist, igen, fölkopog nekem, hogy jöhetek! Ajajaj, na ez magának jó. Egyébként mit kell tudnunk magáról a körzeti csoportról? Ez hogyan működik, hány fővel, és mit is csinálnak önök? A körzeti csoportunk 47 fős létszámmal működik, hát sajnos elidősödtek a tagjaink, mert szinte mind 80-90 év körül vannak, tehát ők ilyen rendezvényeken nem tudnak részt venni, de egyébként most már úgy vagyunk, hogy mivel így lecsökkent a létszám, így a szeghalmi körzeti csoporttal vagyunk összeházasodva, hogy így mondjam, és akkor két havonként jövünk össze, tehát egyik hónapban Mezőberényben, másik hónapban pedig Szeghalmon. És ilyenkor miben segítenek egymásnak, vagy egyáltalán csak tartják egymásban, úgymond a lelket, hogy hát nem, mindig kitalálunk tényleg valamit, és általában ezt a vetélkedőt, ezt mindenhol nagyon-nagyon nagyra értékeljük. Programokat szerveznek. Programokat szervezünk, így igaz. Mégis ez egy szórakoztató dolog. És el fog telni, a mai napon is így fog történni, és hát bízom benne, hogy jól fog sikerülni. Hát bízzunk hozzá. Itt legalábbis, ahogy én látom, a Csipet csapatot nagyon-nagyon jó kedvűek, és hát tényleg minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat, amit én kívánok is önöknek, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok minden részvevőnek nagyon jó kikapcsolódást, és érezzük jól magunkat. Köszönöm szépen. Tehát akkor hoztam az adóbevallást. Mutassa akkor. Itt van. Mi? Köszönöm szépen. Na, azt mondja. Hát drága nénikém, ahogy én ezt elnézem, magának nincs mit bevallania, ezért kész is vagyunk ezzel az adóbevallással. Jaj, Istenem, de nagyon aranyos tetszik lenni. Ugyan. De bizony aranyom, én olyan félve jöttem ide az adóhivatalba. Igen, és miért? Hát mert régen, amikor előjáróság volt, olyan gorombán vártak, még hangoskodtak is a magamfajta szegény emberekkel. Ó, drága nénikém, azok az idők már elmúltak. Mi adóhivatali dolgozók
az emberek, hogy úgy mondjam, a lakosság szolgálatában állunk. Na, tessék aláírni. Aztán mit írjak alá, kérem? Ezt a papírost, itt mi? Mindjárt aláírom, csak ne kiabáljon velem. Jaj, dehogy kiabál a drága nénikén, csak azt szeretném, hogy írja alá. Mit írjak alá? A nevét. Na, írja. Melyiket? Hogy melyiket? Férnél van? Nem vagyok jelenleg. Akkor írja a lánykori nevét. Na, írja már. Az, hogy Tomborba se. Akkor is azt írjam, ha már nem vagyok jány. Drága nénikém, a hatóságot nem érdekli, hogy maga jány, vagy asszony, csak hogy férnél van-e vagy se. Már hogy lennék férnél, mikor özvegy vagyok? Ja, hogy özvegy. Akkor írja alá a volt ura nevét, és írja mellé, hogy özvegy. Na. Melyik uramét? Aki még hót, vagy aki eleven? Hogy eleven? Mi magának hány ura volt? Kettő? Már hogy lett volna kettő, mikor csak egy volt? Hát akkor mit magyarázta, hogy kettő volt? Mert igazság szerint kettő is volt. Jaj, ne tessék már szégyenősködni, most egy volt, vagy kettő volt? Egy volt, aki hites. Na, végre, hogy itt vagyunk. Szóval akivel törvényes házasságban élt. Na, akkor annak a nevét írja alá. Egy volt, aki hites, a másik meg csak úgy volt. De csak úgy volt? Olyan nincs, hogy csak úgy volt. Mi volt? Te volt. Csak úgy összeálltunk. Igen, szóval nem törvényes házasságban éltek? Lehetett volna törvényes, de ő nem akart velem megesküdni. Hogy az a jó Isten? Na, akkor tudja mit? Írja alá az első hites ura nevét. Aki, na. Aki meghalt. Aki meghalt, és aki azt mondja, hogy maga özvegy. Na. De az első hites uram nem hót meg. Nem-e? A második uram hót meg. Hát akkor maga nem is. Özvegy, drága nénike. De a második uramtól vagyok özvegy. A hitestől meg elvált, mi? Igen, ő a gazember, a hitetlen, az... Mostoba. Ez itt nem fontos, kérem. Na, külön élnek? Dehogy kérem, együtt azon a ganajjal. Jaj, drága nénikém, ilyen szavakat nem szabad használni. Na, szóval, együtt él azon a ganajjal. Azért akarom mondani a második hites urával. Együtt, de nem jól. Tessék el hinni, ganaj ember az. Hogy hívják? Tombor Bazse. Ne kezdjük előről! Ne kezdjük előről! Na, az első hites urát hogy hívják? Nemes Nagy Mihály Antal. Na hál' Istennek, na végre. Akkor írja alá annak a nevét és menjen szépen haza. Az nem baj, hogy bele nem vagyok megesküdve. Hogy nincs megesküdve? Mert amikor a kertek olyan jól összevert, mégiscsak elváltam tőle. Hogyan? Békibe. Nem azt kérdeztem, hanem hogy törvényesen vagy csak úgy szétmentek. Lehet ott volna törvényesen, csak ne kiabáljon. De attól, hogy elváltak még, aláírhatja, hogy Nemes Mihály Antalné. Csak hogy már nem vagyok Nemes Mihály Antalné. Miért nem? Meggondoltuk magunkat, és összeálltunk a második urammal. Kivel állt össze maga? Maga drága jó öreg anyám. A második urammal. Hát nem azt mondta, hogy a második ura megholt? Nem, az első uram holt meg. Hát akkor mit magyarázt itt, hogy az első hites urával él? Mert a második uram volt az első hites uram. Jaj! Ja! Nem bírom. Érzem, hogy kiújjon a gyomorfekélyem. Ja. Szóval maga az első felesége, a második hites ura, a második felesége az első hites urának szól, aki a törvényten. Na menjen a fenébe! Írjon, amit akar! Írja a lánykori nevét alá, csak írja már, mert nem állok jót magamért! Az egészet egybe írja! Júj, az egészet egybe! Hát nem ért a szóból? Hát írja már alá! Értek bizonyára, értek! Na, hát akkor mit merezgett itt a szemét? Hát miért nem írja már alá? Mert nem tudok írni!